Sziasztok, én Forzor vagyok, és ma egy ilyen Rubik kockás bűvészdobozt fogunk megnézni. Megnézzük, hogy mi van benne, illetve bemutatok néhány trükköt, amit meg lehet belőle csinálni. Ez a doboz az erkocka.hu-tól van, és hogyha ott vásárolsz és a Forzor kupont használod, akkor 2000 forint kedvezményt kapsz. Úgyhogy majd lent lesz a leírásban a link, illetve a kupon is. Itt is van akkor ez az elég nagy doboz, ami minden nagyobb, mint... Hát ja, ez mert nagyon mind a fejem. Van rajta egy ilyen... papír dolog. Ezen rá van írva, hogy kiknek ajánlják. 8 éves bűvészektől felnőtt korúakig. Nézzük meg, akkor itt van a nagy doboz, ami ugye úgy néz ki, mint egy Rubik kocka. És hogyha kinyitjuk, akkor meg tudjuk nézni, mi van benne. Ohoho! Nem tudom, ez micsoda. Van egyrészt egy ilyen magyar nyelvű leírás a különböző trükkökről. Nem is tudom, hogy pontosan mennyi van benne. Úgyhogy nézzük, itt van valami trükkökhöz, feltételezem. És itt van egy... Ohohohoho, jó, azt nem mutatom meg, hogy mi ez. Majd ez egy trükk lesz, amit be lehet mutatni. Így néz ki a doboza, azt szerintem nem árul el semmilyen titkot. Aha, ilyen több rétegekben vannak szedve a dolgok. Itt van egy réteg. Ja nem, ez mind, vagy mi? Itt van egy nagy ilyen dolog, itt van egy ilyen színes dolog, és itt van egy ilyen dolog. És akkor jöjjenek is néhány trükkök, csak néhányat mutatok be, nem az összeset, hogy maradjon nektek is valamilyen néhány kis meglepetés, hogyha ti is beszerzitek ezt. Az egyik az egy ilyen Rubik kocka varázslat lesz. Van egy kirakott kockánk, annyit csinálunk, hogy egyszerűen megrázzuk. És hogyha megnézzük, lett belőle rengeteg ilyen apró Rubik kocka. És amúgy ez nagyon érdekes, mivel ilyen nagyon-nagyon piciben rajta is van a Rubik logó, úgyhogy ez szerintem elég érdekes. Ennek egy másik variációja, hogy egy ilyen összekevert Rubik kockánk van, berakjuk ebbe a kicsi dobozba, így megrázzuk, és lesz belőle egy ilyen kirakott Rubik kocka. Hogyha nem szeretnék, akkor nem muszáj, hogy Rubik kocka jelenjen meg belőle, akár annyit is lehet csinálni, hogy megrázzuk, és megjelenik benne egy csomó pénz. Most jön egy ilyen kicsit gondolatolvasásos trükk. A nézőnek annyi feladata lesz, hogy kiválaszt egy oldalt ezen a Rubik kockán, és azzal az oldalával felfele így belerakja ebbe a tasakba, vagy ez kicsi dobozba, ráteszi a fedelét és odaadja nekem. Én pedig megpróbálom majd kitalálni, hogy ez mi. Úgyhogy el is fordulok, és így hátrafele berakok egyet ebbe a dobozba. Én nem látom, hogy mi, ezt jegyezzétek meg, ezt a szint, amit van elől, jó, és el is takarom, hogy ne lássam. Most ezt a trükköt kétfajta módon lehet majd megcsinálni. Az egyik az úgy, hogy ide teszem így majd a homlokom elé, és úgy próbálom kitalálni. A másik, hogy ide a fejem fölé teszem, hogy ez a két módszer van rá. Az egyik nehezebb, a másik könnyebb, ez a homlokos, ez kicsit könnyebb, a fejes, ez kicsit nehezebb. Igazából azt mondjátok, amelyiket szeretnétek, hogyan találjam ki, hogy milyen szín van benne. A nehezebbet nagyon jó, sejtettem, hogy ezt fogjátok mondani, úgyhogy ide teszem a fejem föl, és gondoljatok arra a színre, amit beletettetek. Igen, szerintem ez nem volt más, mint a kék. Nézzük meg, és tényleg a kék volt az. Most ez egy ilyen jóslatos trükk lesz, van egy ilyen színes varázspálcám, különböző színek vannak rajta, a Rubik kockának a különböző színei, és annyi feladatotok lesz, hogy mondjatok egy számot 1 és 6 között. 1 és 6 között egy számot, mondjuk azt mondjátok, hogy 3. Nagyon jó válaszás, számoljuk is meg. 1, 2, 3, ez a piros színre jutott. Az az érdekes benne, hogy pont a pirosat választottátok, hogyha megfogjuk ezt a varázspálcát, kicsit így megrázzuk, akkor ez át tud változni piros színűvé. Viszont ez még nem elég, mivel végig itt volt, láttátok egy ilyen doboz. Ebben egyetlen egy szín van így beletéve, ami nem más, mint a piros. Úgyhogy ez volt ez a néhány trükk, viszont ezek közül még rengeteg található benne. Van olyan kellék is még, amit nem mutattam be, illetve ezeknek is különböző variációi vannak leírva a kicsi füzetkébe. Sőt, akár még ti is rengeteg trükköt ki tudtok belőle találni. Hogyha megtetszett neked ez a bűvészdoboz, és akár még eszedbe is jutott néhány dolog, amit meg lehet vele csinálni, akkor a leírásban lesz a link hozzá, illetve egy 2000 forintot biztosító kupon is. Hogyha tetszett neked ez a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, és akkor majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!